ezekből a találkozásból, a lehetőségből. És ehhez hozzátartozik az is, hogy kíváncsi vagyok rá, hogy mit csinálok, hogyan csinálok, hát ha van valami olyan dolog, ami ezzel kapcsolatban említésre, csak egy hatásra érdemes. Aztán úgy kapcsolódik, nem, két dologhoz szeretnék kapcsolódni, az egyik az az, hogy az életfilozófiából semmi szót nem szeretnék szólni, tehát ez kizárólag a programozásról és az azzal kapcsolatos gondolatokról fog szólni. Másrészt a játékszabályokról, igazából három játékszabályt találtam ki. Az egyik az az, hogy természetesen, ha bármi nagyon hirtelen ugrást tennék, akkor kérem, hogy azonnal állítsanak meg, és szóljanak közben, hogyha az a megértést bárkinél zavarná. Nyugodtan lehet úgy gondolni, hogy a szomszéd nem mer szólni, és azért szólóként, tehát mindegy, teljes bátorsággal. A másik, hogy ennek a találkozásnak az is a célja, hogy eldöntsük, hogy van-e értelme esetleg további ilyen jellegű találkozásoknak. Tehát, hogyha olyan jellegű kérdésre jön föl, ami ilyen hosszabb átbeszélést igényelne, vagy esetleg egy újabb találkozásnak a témájául szolgálhatna, akkor azt kérem, hogy írják föl. A végén én úgy gondolom, hogy lenne egy kis beszélgetés, amikor ezeket végignézzük, és ennek alapján igazából el tudom dönteni azt, hogy én hozhatok-e még ide olyan tartalmat, amit érdemes lenne beszélni. A harmadik kérdés pedig az, hogy azon kívül, hogy ezt a felvételt kértem, még azt is szeretném, hogyha esetleg önöknek bármilyen megjegyzése lenne a előadási stílusommal, nyelvhasználata akármilyen kapcsolatban, akkor azt így bátran nyugodtan kérem, hogy írják fel is hozzá tudomásomra, mert jó, hogy én megnézek mondjuk egy felvételt, de külső szemmel akkor sem tudom megnézni a saját előadásomat, tehát ezt nagyon-nagyon nagy szeretettel várnám önöktől. A maga az előadás, hát igazából egy eléggé hosszú fejlesztési tapasztalattal a hátam mögött, és eléggé érdekes módon közelítem meg a problémákat. Sokféle cégnél, sokféle területen dolgoztam, ezért igazából ez az előadás inkább egy ilyen mozaik jellegű történet lenne. Sok projektből kis témákat szeretnék elővenni, abból bizonyos következtetéseket levonni, és aztán megnézzük, hogy nem, bocsánat, a tartalmat el fogom mondani. Viszont lenne egy-két kérdésem, elnézést, hogy ezt most így közbevetem. Az a problémám, hogy én önökről természetesen annyi sem tudok, mint önök rólam, és ezért az jutott az eszembe, hogy kérdezik néhány nevet, fogalmat, ilyesmit. Nyugodtan kézfeltartás, hogy neveket nem tudok, arcokra nem emlékszem, tehát nem is fogok, úgyhogy bátran lehet ezeket vállalni. Másrészt, aki pedig ismeri ezeket a neveket, neki pedig szintén a bemutatkozásom részeként tekinthető, hogy én pont ezeket a neveket és dolgokat kérdezem. Egy ismerős Joel Spolsky neve, a Journal Software-nak a írója. Oké. Guy Kawasaki? Nagyon jó csókák egyébként, csak azért, tehát nyilván azért kérdezem, mert nekem nagyon tetszenek. Randy Pausch esetleg? Személyes favorit. Jó. Steve Jobs? Tőle a Stanfordi beszéd. Nem van valakinek? Stanfordi végzősöknek tartott egy nagyon jó kis beszédet. Oké. Erre majd hivatkozni fogok. Donald Knuth? Tech szövegszerkesztő esetleg. Szintén? Oké. Okay. Jó, a története azzal kapcsolatos felajánlásoknak, a hibakereséssel kapcsolatban? Ez a csúcs. Oké. Okay. Néhány fogalom, refaktor? Oké. Okay. Design patterns esetleg? Tanulják is egyébként egyetemi szervezetkerülők között? Jó. Ide, tehát fejlesztőeszközt, integrált fejlesztőeszközt használ a fejlesztéshez. Vezérkövető rendszert, tervezőeszközt, UML és társai. A tanulmányos során vagy saját munkában van is? Nagyon vegyes szerintem a kép, hogy így mondjam. Tehát ezeket a fogalmaknak egy részét biztos, hogy találkoztak vele kötelező oktatásban, de
különböző szakprogramok kapható. Oké, okay, ez most tényleg egy ilyen sörétes puskával szép. Mm. És akkor utána egyébként mondom, tehát ez részben azért is, mert gondolom ezek után egy kicsit már van egyfajta ilyen gyomorszulító érzés, hogy miről lesz itt szó, vagy ha gyereket kérdezek. Jó. Erről lenne szó, legalábbis szerintem legfontosabbak. És a tartalom, ugye, tehát arról beszéltünk Lacival, hogy két blokkra osztanák fel ezt a történetet, ez a bevezető, ami most zajlik. Projektekről mesélnék egy kicsit, azokból leszűrt ilyen fejlesztési szempontok, amik számomra érdekesen hasznosak bizonyultak a továbbiakban. A második blokk, az egy kicsit ezoterikusabb lenne, magáról az alkalmazás, tehát tetszőleges számítógépes alkalmazásnak az általános belső szerkezetéről, a felépítéséről, és ezt a felépítést a támogató keret, jelenleg fejlesztés alatt álló keretnek egy rövid bemutatása lenne a második fel, és aztán már egy beszélgetés. Na most abban az esetben, hogyha ezt tömörítjük, félek, hogy sokat beszélek, tehát lehet, hogy ez időben nem fogunk beleférni, akkor lehet, hogy a másodikok elmarad, vagy átcsúszik a beszélgetésbe, vagy valami, majd meglátjuk, ahogy alakul. Jó? Jó. Jó, akkor menjünk tovább. Rögtön ezzel kezdeném. A szállító 3, ismerős valakinek? Jason Tatum, egy akciófilm. A következő a történet lényege. Körülbelül eddig jutottam az előadás tervezésében, amikor egy este úgy gondoltam, hogy most ezen az estén én előadást fogok tervezni. Ehelyett megnéztem a Szállító 3 című filmet. És gyakorlatilag semmi értelmeset nem csináltam, aztán másnap reggel fölébredtem, és feleségemnek elmeséltem, hogy ezt csináltam ahelyett, hogy az előadásra készültem volna. Egy borzasztóan rossz film. Tehát úgy, bocsánat, elnézést így a személyes vélemény miatt, de tényleg tehát semmi ilyen érdemi tartalom, csak egy nagy pörgés van benne. És akkor jöttem rá, hogy azért néztem meg, mert unom a saját előadásomat. Tehát olyan módon álltam neki, ahogy nem lett volna érdemes elmondani. Úgyhogy gyorsan fordítottam rajta egy szép nagyot. Nem kell megijedni, a tartalom az lényegében ugyanaz maradt. Erről utal az utolsó rész, ez a sültséke. Ugye a sültséke az csirkéből készül, tehát ott semmi meglepetés nincs. Tehát ez az előadás programozásról szól, természetesen programozási történeteket és szerkezeteket és egyébeket fogok elmondani. Tehát alapvetően a csirke változatlan, viszont amitől érdekes egy sültséke, az a fűszerezés és a recept, amivel készül. És én igazából erre jöttem rá annak a reggeli elmesélésnek a kapcsán, hogy én más fűszerezéssel szeretnék nekiállni. Na most, hogy mi lesz a végeredmény, arra nyilván garancia nincs, a fűszer megvan, a csirke megvan, a szakács tapasztalata az nincs meg, tehát most lesz, amilyen lesz. De igyekszem, ezt megígérhetem. Ez a következő, az első dolog, ami eszembe jutott arról, hogy akkor miről kéne beszélni. Gondolkodó és probléma megoldó bajnokok. Ezek elvileg önök lennének. Tehát az én látásmódom szerint önök nem szövegfájlokat gépelni tanulnak elvileg egy ilyen környezetben, hanem kreatív gondolkodás, probléma megoldást tanulnak, amelynek egy bizonyos eszköze egy adott fejlesztő környezet egy adott nyelv. De alapvetően egy feladattal találkoznak. Bajnok. Ma ugye az értelmezés kapcsolódik hozzá, hogy föláll a dobogónak a tetejére és mosolyog. Ha arra gondolunk, hogy írnak, vagy vésnek, igazából arról szól, hogy ezzel foglalkozik. A probléma megoldó bajnokok bajokkal foglalkoznak az életük egész során. Tehát ők folyamatosan bajokkal fognak találkozni, programhibákkal, érthetetlen felhasználó viselkedésekkel, reprodukálhatatlan jelenségekkel, és így tovább. Ez lesz az önök teljesen hétköznapi tevékenysége. Tehát ilyen szempontból lesznek önök bajnokok, ha tényleg ezzel fognak foglalkozni, és nem adják a időbe. Na most... Ennek ellenére, tehát ez szerintem egy értelmesebb tevékenység, mint mondjuk egy medencében faltól falig füldeni, vagy ilyen tükrös aszfalton körbe-körbe rohangálni mondjuk két órán keresztül, de ez az én privátom. Viszont az úszóedzés
az úgy megmaradt a fejemben. Amikor valaki elmegy egy úszó edzésre, vagy egy úszó versenyelőző lesz, akkor nem úszni tanul. Tehát nem azt tanulja meg, hogy hogyan úszol, hanem azt tanulja meg, hogy hogyan úszol a lehető legkisebb erőfeszítéssel, hogyan ne fulladjon meg a végére, tehát kapjon elég levegőt, lélegezni tanul. Az elejét beosztani tanulja, hogy azon a teljes távon a lehető legtöbbet hozza ki a saját képességeiből. Na most, önök nem 15 percen, vagy 3 percen, vagy fél percen keresztül fognak bajnokként viselkedni, mint mondjuk egy 20 bajnok, hanem hónapokon, éveken keresztül kell fenntartaniuk a saját gondolkodóképességüket, a saját motiváltságunkat és minden egyébként. Tehát az önök kreativitására nagyon hosszú távon van folyamatosan szükség. Ezért nem árt, hogyha tudnak gondolkodni. Na most ezért érdekes az, igen, ezért hozom ezt az ipari bulvár témát, tehát hogy nem fantól falik, hanem tényleg. És nagyon fontos, hogy megoldják azokat a feladatokat. Tehát, hogyha önök tényleg fölkészültek, kapnak olyan problémákat, amelyeket az önök feladata megoldani, azt meg kell csinálni. Ez nem kérdés. És nincs olyan, hogy tudom, nem sikerült, vagy nem érek rá. Nagyon hamar föl kell ismerni azt, hogy valami nem működik. Nagyon hamar kell segítséget kérni, ha szükség van rá, mert nem az számít, hogy ki és hogyan és mit tudnak működnie kell, az az első. És aztán utána majd látjuk, hogy jobban mit lehet kihozni. Nagyon fontos dolog, és nagyon nehéz a dolgó tetején álló bajnokból átváltani abban a szemléletmódban, hogy igen, bajokkal foglalkozunk, meg kell őket oldani, és az is baj, ha nem tudom megoldani, és az még nagyobb baj, ha nem szól. Tehát ezek szerintem nagyon fontos tulajdonság. Amire az előbb mondtam azt, hogy az úszó nem úszni tanult, a programozás ugye egy racionális tevékenységnek képzeljük el. Tehát ugye megtanuljuk, átlátjuk, begépeljük, lefordítjuk, működik, algoritmusok, mit tudom én, ez egy nagyon exakt rendszer. Nem, szó csak. Tehát de az a része az igen. De mi emberek vagyunk, és azért nem számítógépek írják a számítógépes programokat, mert nekünk egy kicsit több van, nekünk van intuíciónk, érzésünk bizonyos helyzetekben, amely, hogyha összhangban van a racionális tudásunkkal, és kiegészíti egymást a kettőt, akkor vagyunk igazán hatékonyak. Önmagában a racionalitás kevés. Az intuíciónak meg semmi értelme, tehát az, hogy én elképzelem, hogy hogyan működik valami, azt tudom. Amit a végén szeretnék mutatni, azt én 20 éve képzelem el. Most már talán el is kezdem az oldani. De kellett ez a 20 év hozzá. És a kód mennyisége minimális. Nem, erre van később. Ezért tettem oda ezt a kis kiegészítést, tehát tulajdonképpen a kérdések és válaszok mentén megyünk folyamatosan előre. Ugye fölteszünk egy kérdést, meg akarunk oldani egy problémát, fölosztjuk részekre, adunk rá egy választ, megoldjuk a problémát. Ha a megoldás jó, új kérdéseket vet föl, más lehetőségeket is nyújt, lehet, hogy tovább kell menni, át kell fogalmazni egy kérdést, arra lehet, hogy egy másik megoldást adni. Tehát abban az esetben, hogyha én arra fókuszálok, hogy az egész egy racionális történet, kimértem ennyi idő alatt, ennyi kódot leírok, és a végén lesz egy működő rendszerem, jó, szép volt. De igazán akkor járok jól, hogyha megtanulom feltenni a jó kérdést, arra igyekszem a lehető legjobb választ adni, és aztán utána a válasz birtokában tovább finomítani a kérdést. Vannak olyan helyzetek, amikor önöknek egy olyan feladatot kell megoldani, amit nem kéne megoldani. Tehát vannak olyan pillanatok, amikor valóban a kérdést is finomítani kell. És akkor megoldani a feladatot, amikor az már egyáltalán megoldásra érdemes. A kérdés. És ugyanezt Pepitában, ezért hoztam fel az előbb ezt a szállító 3-as történetet. Én racionális szempontból elkövettem egy hibát. Nem készültem az előadásra. És racionálisan nem is tudtam megoldani. De másnap reggel, amikor még úgy azért az ember elég lazán érzi magát, végig gondoltam, hogy mi történt, és rájöttem, hogy a hibát igazából nem a válasz meg nem adásával követtem el, hanem az, hogy rossz kérdést tettem fel. Én erről szeretnék elsősorban beszélni önöknek. Aztán utána nyilván, tehát tartalmat azt azért teszünk. Egy kicsit akkor más, tehát egy kicsit gépszerűen ezt a tartalomjegyzéket. Gépszerűen gondolkodunk. Tehát most néhány projektet fogok elővezetni, ezek önálló, működő, létező rendszerek, vagy voltak,
ugyanúgy, mint egy-egy váza. Ezeket szépen széttöröm, és néhány apró cserepet fogok belőle megmutatni. Aztán utána ezekből a cserepekből megpróbálunk összerakni, tudom én, egy olyan képet, hogy általában miről szól egy váza. Tehát, hogy itt van mi a hasonlóság ebben. A második fele, ha sorra kerül, akkor arról szólna, hogy ezeknek a tapasztalatoknak alapján milyen képet lehet felépíteni egy akármilyen szoftverről, és tudok hozzá mutatni néhány cserepet, mert azok azért, szóval ma is elég sokat dolgoztam rajta, és hát ja, szóval hallok. Minden szubjektív vélemény, saját tapasztalat, valószínűleg azok, akik ezeken a projekteken vele együtt dolgoztak, nyilván máshogy látják őket. Nagyon sok olyan fogalom van, amely ma már tantárgyként, hatalmas dokumentációban is egyébként létezik, amelyek akkor még nem voltak, amikor én ezeket a dolgokat elkezdtem csinálgatni, tehát igazából nem tudom, hogy mennyire vagyok szinkronban a hivatalos tudománnyal, magam részéről ezek a dolgok úgy kb. Működnek, mint a most elszállítom. Na, ez volt a bevezető, és már is különös készségben vagyok a saját időkeremekhez képest, ami kellemetlen. De mindegy, igyekszem akkor egy kicsit fölgyorsulni. Az első projekt elment. A MOL Telekomnak, ez a MOL-nak a távközlési leányvállalata volt annak idején, volt egy igény arra, hogy a különféle telephelyein keletkező hibákat, ugye egy központi hiba egy kezelőrendszerbe lehessen regisztrálni, lehessen a központban követni, hogy milyen problémák vannak az egyes telephelyeken, ki hol tart, és így tovább. Nyilván a telephelyek is ugye lássák a saját tevékenységüket, és azt tudják adminisztrálni, sőt, bizonyos esetekben legyenek képesek ugye egy-egy hibaiért átadni a szomszéd telephelynek, hogyha ugye egy tevékenység miatt oda tartozik, mint vissza, és így tovább évvégi zárásra. Na most ezt a mai szemmel nézve, ilyen viszonylag természetesnek tűnik, fogunk egy központi adatbázist, egy valamilyen jó kis üzleti logikás szerver, elé egy webes felületet, amit ugye néznek a telephelyek. Ugye különféle akciók bejelentkeznek a központi szerverbe, különféle akciókat hajtanak végre, ennek alapján az adatbázis ugye ide-oda változik. Ezzel egyetlen apró probléma van, 1996-7-et írunk, nincs központi szerver, nincs internet, a telephelyeken olyan szinten járunk, hogy betárcsázós, mobilos netünk van. Érdekessé válik a probléma. Nyilvánvalóan ez a megközelítés nem jó. Ehelyett azt kell csinálnunk, hogy a telephelyre le kell tenni egy lokális adatbázist. Pontokat rajzolunk. És a központba is egy replikát kell valamilyen módon letenni, és azzal arról kell gondoskodnunk, hogy ezek az adatok valamilyen módon ugye közlekedni tudjanak. Ugye, mert abban a pillanatban, amikor itt megvagyunk, hát jól van, van egy desktop alkalmazásunk, egyébként egy Microsoft Access alapú adatbázis, egy C++-os vastag kliens. Nyilván eddig a részig rendben is vagyunk. A probléma ott kezdődik, amikor valami módon szinkronba kéne hozzani is az országban szerteszét lévő telephelyek adatbázisai. Mert ugye itt arról beszélünk, hogy minden hibajegynek ugye van egy egyedi azonosítója, és aztán utána egyéb adatai, és ebből van egy rakás, amiről szól ez az egész adatbázis. Helyen. Igen, ám, de hogyha ugye itt mindenki a saját egyedi azonosítóit osztja, amely természetesen ütközéseket jelent, hiszen minden nem tudnak egymásról, és olyan szinten nincsenek szinkronban, hogy tényleg nem látnak rá a szomszédra, nincsen állandó netvancsok. A megoldás nyilván az, ezért itt nincsenek nagy varázslatok, hogy van egy telephelytábla, amely ugye létezik a központban is minden telephelyen, minden telephely tudja, hogy én ez a telephely vagyok, és ez az egyedi azonosítót kiegészíti. A telephely azonosító és a telephely által kialakított egyedi azonosító összességében már globálisan egyedi azonosító, tehát innentől kezdve nem kell félnünk attól, hogy bármi kellemetlenség támad, lehet egymással kommunikálni, hogyan kommunikáljunk 1997-ben egy ilyen rendszerben, esetleg ki? Oh!
lelőttem a poént. Akkor nem. Tehát e-mailt, e-mailes kommunikációt csináltunk. Tehát ugye az történik, hogy a telephely tábla kiegészül a szomszéd, az összes telephelynek az e-mail címével, és szépen leveleket küldenek egymásnak, tehát hogyha én át akarok küldeni az A telephelyről a B telephelyre valami e-mailt, akkor ezt a rendszer tudja, hogy milyen e-mail címmel kell elküldeni, kiexportálja az adatbázisnak azt a részét, beimportálja és így tovább. Illetve ilyen módon, ha az már megvan, akkor nyilván mindenki exportál a központ felé, és innentől kezdve van egy központi felületünk. Na, hát ez volt a ez volt az ernet. Ami érdekes, az ez a, amit szerettem volna kiemelni, az egyik az az, hogy elég kreatívan értelmeztük az e-mail használatát, tehát ez így nekünk legalábbis tetszett a megoldás. A másik pedig, hogy az adatbirtoklás. Tehát itt most minden egyes adatnak van egy tulajdonosa, aki azért felel. Egy homogén rendszerben elosztott adatforrások és az egyes telephelyeknek saját adatköre. Második történet, Szigron Kft. Mesterséges intelligencia adatbányászat, adatvizualizáció, intelligens intelligenciát, és meg kell foglalkoztunk annak idején. Ez a Mindmaker cégnek egy ilyen alvállalata volt. Annak idején az volt az elképzelés, hogy ebben a cég piacvezető lesz. Eljön csütemen, de azért egészen jó dolgokat sikerült csinálnunk. Az egyik érdekes dolog az ezek a számok. Tehát, hogy 300 MHz-es processzor, 425 MB RAM, ez egy kifejezetten jó gépnek számított, tehát ezt már nehezen lehetett beírni az igény listába, az adatbányászat, a vizualizációs, neurohálós, a döntési fal elemzős és minden éves rendszerünkbe. Érdekes kontraszt, azt hiszem, a mai mobiltelefonokhoz viszonyítva. Ami így a történetet szeretnék elmondani róla, mondjuk kettőt, hola esetleg ismerőse valakinek, online analytical processing, ugye arról szól, hogy irgalmatlan mennyiségű adatunk van, mondjuk egy server, logfile vagy egyebek, nagyon sok, nagyon hosszú adattábláról van szó, viszont nem fogja is osztottam, de és ezeket szeretnék viszonylag gyorsan áttekinteni. Elég nehézkes a történet, hiszen egy adott feltétel teljesítő rekordok kikeresése nagyon sokáig tart. A Datascope, ami a Citronnak a fő eszköze volt, igazából nem is volt alkalmas erre, tehát ő minden adatpontot önállóan kezelt, és akkor ilyen kis felhőkben jelenített meg neurohálódobot rá, meg clustereztem. Ezekhez nem értek, csak elmondom. Szépen hangzanak, én az aljával foglalkoztam. Viszont egy loggal nem tudott mit kezdeni. Tehát egyszerűen túl nagy volt a mérete. És ezért az volt a kérdés, hogy mit tudunk kezdeni tranzakciós adatokkal. A válasz az OLA kockának, adatkockának a létrehozása, adatkocka. Nyugodtan lehet, tehát ilyen nagyobb bólogatásokat, hogy rövid látom, hogy köszönöm. Itt igazából arról szól, hogy nem tudok mit kezdeni a sok adattal, de össze tudom őket esetleg zömíteni. Tehát egyszerűen csinálok hozzá ilyen kis tárolókat, cellákat nézően, cellákat hozok létre, és minden egyes adatsort besorolok ebbe a cellába, megtalálom, hogy melyik cellába tartozik, és oda teszek bele bizonyos adatokat. Nyilván egy cellába több rekord is beleesik, de ez nem baj, mert azt mondom, hogy igazából én előre tudom, hogy milyen jellegű vizsgálatokat fogok végezni, tehát az adatokat dimenziók szerint sorba rendezem, tehát például van, tudom én, 100 000 emberem, mondjuk nemek szerint szétosztom, lesz ennyi férfi, lesz ennyi nő, korcsoport szerint szétosztom, egyik korcsoport, másik korcsoport, harmadik korcsoport, ugye ahogy megyünk előre, növekszik a dimenziók száma, és a kockának a virtuális mérete is növekszik nyilván. Tehát ez egy N-szer, M-szer, K-szor, L-szer, akárhányos kocka, nyilván ebben a formában nem tárolható. A megoldás nyilván az, hogy egy dinamikusan növekvő dimenzió index sort csinálok, tehát van egy
egyes dimenzióm, kettes dimenzióm, n-edik dimenzióm. Jönnek egymás után a rekordok. A rekordok bizonyos alapja, na, adatai alapján, hogy ez akár lehet egy agregált kifejezés bármi, eldöntünk, hogy ez szerint a dimenzió szerint ebbe a szegmensbe tartozik, ez szerint ide, ez szerint ide. Ezzel megkapok a virtuális adatbázisban egy konkrét cellát, és hogy mit csinálok ezzel a cellával, agregálok bele más adatokat. Például megszámolom, hogy hány ilyen rekord van, vagy összeadom a, mit tudom én, a testtömegüket, és a régen kiderül, hogy mit tudom én, 4,5 tonna férfi van ebben a rendszerben, ami bizonyos helyzetekben lehet érdekes, mint hogyha egy épület terhelését, vagy a lift méretezését kellene. Hát ezt sikerült ott hirtelen leprogramozni, igazából nem lett belőle aztán semmi, de majd később még előkerült. A másik ilyen érdekes történet az a Model Executor, ami arról szólt, hogy a DataScope nevezetű programban egy ilyen komplex elemzést lehetett létrehozni, tehát volt egy adattáblán, egy kiinduló adattáblán, akkor számított mezőket adogathattam hozzá, ugye ezzel megnevehettem az adatok számát, azokat újra felhasználhattam, kifejezéseket építettem rá, klaszterezhettem, az eredményt visszarakhattam megint, hogy melyik klaszterbe tartozik az adott rekord, és így tovább. Tehát egy elég bonyolult, ilyen lépésekről lépésre előre haladó folyamatot lehetett elvégezni ezeken az adatokon. Az volt a probléma, hogy ez egy statikus állapot, tehát egyszer beimportáltam ezt az adathalmazt, megcsináltam el az elemzést, ez jó, de hogyha holnap kapok egy másik adathalmazt, akkor azzal hogyan boldoguljak, nem építhetem rá ugyanazt végig. Főleg akkor, hogyha nincs előttem maga a rendszer, hanem azt szeretném, hogy mit tudom én, különféle kiugró eseményeket keresnék, amit ennek alapján meg tudok találni, de folyamatosan szeretném ezt a vizsgálatot elvégezni, és ugye szeretném, ha a rendszer mondjuk szólna nekem, hogyha ez az esemény bekövetkezik, akár automatikusan. Tehát a DataScope-nak az ilyen elemző komponenseit a DataScope nélkül egy ilyen Model Executor önálló kis komponensben kéne végrehajtani. Ez azért volt érdekes, mert itt építhettünk a párhuzamos feldolgozás lehetőségeit, és kezdtek megjelenni a több szál futtatására alkalmas processzorok. Egy elég érdekes algoritmus sikerült kitalálni, következőképpen nézett ki. Ez lenne az adattábla. De igazából nekem nem is annyira érdekes ez az egész adattábla, hanem valamilyen eredmények érdekelnek, amik majd valahol itt, mondjuk ebben az oszlopban, meg ebben az oszlopban keletkeznek. Felosztom blokkokra. Egyforma blokkokra. És úgy kezdek el rajta dolgozni, hogy ezt a táblát körbeállják feldolgozó komponensek. A feldolgozó komponens azt mondja meg, hogy nekem erre, erre, meg erre az oszlopra van szükségem, és előállítom ezt az oszlopot. A második komponens azt mondja, hogy nekem, mit tudom én, szükségem van erre az oszlopra, meg erre, meg nem életre. És így tovább. Ami annyit jelent, hogy amikor a feldolgozó komponensek sorba állnak, akkor mindig el lehet dönteni, hogy egy adott blokkon melyik futhat le, és melyik vár még valamilyen másik adatoszlopnak a megjelenésére. És ilyen módon sikerült egy olyan algoritmust létrehoznunk, ami az volt a legalanyosabb, hogy tulajdonképpen az import maga is ugyanilyen gombóc, csak ő nem igényel semmilyen bejövő adatot, ő egy teljesen üres blokkon képes elfutni, és ő az egyetlen. Tehát egy nagyon szórakoztató futást sikerült elérnünk, mert ugye az történt, hogy kijelöltük, hogy hány szedet tud egyszerre futtatni a gép, nyilván ez a adott memóriakapacitástól meg egyenlődött. Fölállnak szépen sorba a futtató komponensek, és ott vannak a blokkok. Az import az első, ami le tud futni a blokkon, mert ugye ő fogja föltölteni, ő elkezd futni egy blokkon, amikor befejezi, akkor ugye megjelennek ezek az oszlopok, a többiek elkezdhetnek jelentkezni, valamelyikük megkapja a következő szedet, esetleg párhuzamosan ugyanazon a blokkon
futhat több szeret párhuzamosan abban az esetben, hogyha egymástól nem függő adatokkal dolgoznak, tehát nem írnak bele egymás adatterületébe. Az utót megtöltheti a következő blokkot. És akkor ilyen módon eléggé jól sikerült kihasználni a gépnek a teljesítményét. Vicces volt egyébként, mert a Oracle által csinált ilyen Java Adarcon, azt hiszem tavaly előtt, a díjnyertes ilyen jávás alkalmazás, az lényegében ennek az algoritmusnak egy nyilván sokkal kidolgozottabb változata volt, de úgy nagyon tetszett, hogy ezt akkor ilyen jól sikerült összerakni. Na, nem is tudom, hogy nyugodt. Ezt mondja, hogy... Hát... Ezt mondjuk érdemes elmondani. Az UNISZISZ Kft. Írja a Magyarország Jográri Informatikai Rendszerek szektőbségét, tehát az gazdanyilvántartás, a ilyen Európai Uniós pénzelosztás, hatékonysági rendszer is. Amiben az a szép, hogy ugye ez egy kormányzati rendszer, tehát a törvények, aktuális szabályozások miatt folyamatosan csúsznak a különféle ilyen folyamatok, megváltoznak a feltételek, megváltoznak a formanyomtatványok, a beadandók, a küldendő levelek és így tovább. Ennek ellenére folyamatosan nyilván kell tartani a teljes adathalmazt, és visszamenőleg biztosítani kell azt, hogy mindenki a megfelelő, neki kiküldött teljes adathalmazát bármikor elérhesse ebből a rendszerből. Érdekes kihívás. Itt is gyorsan, tényleg nagyon gyorsan, három szempontot érdemes talán elővenni. Ugye ezek nagyon egyforma feladatok. Tehát mit tudom én, az IR rendszer, amikor elindult, emlékeim szerint 90-valahány bizonylat feldolgozását kellett elvégezni. Ez a bizonylat ez úgy néz ki, hogy van egy felület, ahova a megfelelő adatok begépelése után valamilyen munkafolyamat elindul, illetve valamilyen törzsadatbázis van a megfelelő módosítások végrehajtók. Tehát úgy lehet elképzelni, hogy itt van a tetején egy bizonylat, itt az alján egy adatbázis. És itt állnak egymás mellett 90-en halál. Tehát nyilván ezt így nem lehet megoldani. Ez annyit jelent, hogy teljesen heterogénné válik a rendszernek a működése, hogyha ezt mondjuk nyilván megfelelő mennyiségű programozót mondjuk fölveznek, offshore kiteszik, mit tudom, 1000 indiai programozónak, és akkor lesz belőle valami, olyan is lesz. A megoldás az volt, hogy egy általános adatban egy ilyen ügyviteli rendszer keretet hoztunk létre, aminek a GAP General Application VR volt a neve, amelynek gyakorlatilag az első feladata az adatbázis kezelésnek a központosítása volt, aztán utána a törzskarbantartás, aztán utána a tranzakciókezelés, iktató, bizonylatkezelő, job management, XML alapú user interface kezelés, levelezés. Szóval lényegében minden, amit meg kell csinálni ahhoz, hogy a bizonylat ne adatbázis műveletekként jelenjen meg ebben a rendszerben, hanem magasabb szintű logikai komponensekként, mint például iktatható irat, munkafolyamat lépés, helyszínellenőrzési jegyzőkönyv és így tovább. Tehát itt gyakorlatilag annak ellenére, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes szerkezet, az volt a cél, és viszonylag jól sikerült el is elérni ezt a történetet, hogy egy ilyen töltségjellegű dolgot csináljunk, aminek a végén itt az adatbázis, amihez a világon senki nem fér hozzá közvetlenül, mert azt nem szabad megengedni. Aztán utána fölötte olyan szolgáltató komponensek, amelyek felelősek a tranzakció kezelésért, ugye ez van legalul, aztán utána fölötte az iktató, aztán utána fölötte a bizonylatkezelő, a levélkezelő, a csak hova tenném mondjuk a
jobb az körülbelül itt, nyomtatás és egyebek. És az egésznek csak a legtetején, bocsánat, igen, utána jön a következő szint, ami az adott, ugye, eddig, tehát eddig az alkalmazás tényleg teljesen általános része, a törzskezelő rész az, ami a már rendszer specifikus adatokról szól, tehát mondjuk egy regisztrált gazda, egy sertés, egy parcella, és így tovább, amelynek ugye természetesen saját önellenőrzése is egyedei vannak, tehát ugye a saját kontextusát tudja validálni, és mondjuk nem lehet elmenteni egy felhasználót, ha nem lehet elmenteni, ha, és így tovább, tehát normális hibajelzéseket és egyedeket ad ki. És ennek a tetején ülnek a 90 bizonylatok, akik viszont még ez alatti szintre se nagyon férnek hozzá, hiszen a törzs objektumait használhatják csak, tehát az ottani validálások és egyedek azok átléphetetlen korlátot jelentenek számukra. Szerintem egészen jól sikerült. Ez abból is, tehát szerintem abból lehet kideríteni ki, az azért utal rá, hogy nem nagyon lehet hallani erről a rendszerről, ami azt jelenti, hogy azért úgy működik. Prototyping csak nagyon röviden, nagyon, tehát ugye ez tipikusan az a helyzet, amikor nem technikai emberek határozzák meg azt, hogy hogyan kell működnie. Tehát nincs elképzelésük, és nem is lehet elképzelésük arról, hogy most valójában mit szeretnének, de nagyon gyorsan el kell kezdeni működni a rendszerek ahhoz, hogy lássák, véleményt alkossanak róla, és annak alapján azt mondják, hogy ez így nem jó. Na most ahhoz, hogy ehhez ne kelljen túlzottan sokat programozni, ez élet-halál kérdés, hogy működő prototípust olyan szinten tudjunk előállítani, hogy még akár egyetlen sor kódot se kelljen leírni. Ez viszonylag jól sikerült meg. Tehát egy ilyen master level szerkezetű adatbázis kezelő, ilyen komboboxos értékválasztásokkal, keresőfelülettel, leszármazottban kereső és egyéb dolgokkal létrehozható volt konfigurációban. Tehát minden kódolás nélkül a kódolás akkor kezdődik, amikor már valóban kontextus validálásról szól, tehát amikor tényleg az az egyedi tudás szükséges hozzá, amit a törzsnek a kitalálója tud. De addig nem kell csinálni semmit. És ennek a ilyen még egy fokkal továbbfejlesztett verziója volt az XML-UI. UFO-nak hívtuk, Ulysses Forms Object. Ugyanis jávás vasta klienses felületen, webes felületen, illetve PDF-ben ugyanazt a kinézetet kellett előállítanunk minden egyes formában. Ami úgy néz ki, hogy valaki kitalálja, hogy nézzen ki egy bizonylat, hogyan találja, mondjuk megcsinálja a Word-be. És az eredeti elképzelés szerint a programozó megnézi ezt a Word fájlt és létrehozza a user interface mondjuk JavaScript komponenseket. Halál. Tehát egyrészt katasztrófa ezt leprogramozni, rettenetesen unalmas, és unalmas dolgokban az ember rettenetes mennyiségű hibát képes elkövetni. Ne csinálja meg unalmas dolgokat, sosem. Tehát, hogyha a dolog izgalmas, akkor jó, mert abban sokkal nehezebb. Nem, abban azért lehet hibát elkövetni, mert bonyolult, és azok sokkal jobb hibák, mint azok, amelyek az unalom miatt keletkeznek. Szóval a megoldás az lett, hogy nem csinálhatunk egyedi user interface-t, hanem csinálunk egy XML jellegű nyelvet, amin leírjuk ezt a user interface-t, és ebből generáljuk a valódi aktív felhasználói felületet Java-ban, HTML-ben, illetve generáljuk belőle a PDF fájlt. Ilyen módon ugye egy csomó programozást élhetünk, egy csomó rettenetesen unalmas szerencsétlenkedős programozást, ami ráadásul a három eltérő felület miatt állandó elcsúszásokat jelentett volna, hiszen az igények folyamatosan változtak. Az egyetlen megoldás volt az, hogy egy deklaratív eszközt hoztunk be középre, és ez a deklaratív eszköz jó. Pusztulat volt megírni a Java generálót. Azt elmondom, mert azt jelentőségben én csináltam. Viszont az eredménye az volt, hogy nem kellett megírni ezeket a kódokat, és amelyek kódok nem születtek meg, azokban nem volt hiba. Nagyon fontos tanulság. Ami forráskódot leírok, az elsőre mindig hibás. Tehát olyan nincs, hogy hibátlan kódot írjak. Ezért jobb, hogyha nem írjak a kódot. És hogyha van módom egy keret segítségével kiváltani a létrehozandó kódot,
főleg ha az ráadásul unalmas lenne, akkor meg kell csinálni. Vagy legalábbis el kell jutni arra a szintre, hogy igen, egyébként is megcsinálni. Jó, rövid leszek. Ikód, egy kisméretű cégről van szó, a Magyar Telekomnak érte akkor ezt a 200-nak ilyen neves levelező rendszerét írtuk meg számos alapon, illetve írták meg ők, aztán később én is csatlakoztam ehhez a csapattól az új szisztő távozás után, és volt egy alapvető problémán, ezt felmerésre használtak ezt a rendszert. Gossz emberek. Jó, üzletemberek. Na mindegy. És az volt a probléma, hogy viszonylag régi volt a nevelező szerver, nem volt módunk olyan eszközök használatára, mint például a throttling beállítás és egyebek. Ezért házilag kellett egy megoldást találni. A probléma az volt, hogy a logfájlok azok igencsak szép méretűek voltak, tehát mondjuk egy napi 800 megabájtos logfájl az nem volt olyan szokatlan. Három nevelező szervert gyártotta őket folyamatosan, és ezek között kellett megtalálni a spammelésre utaló nyomokat. Nem lett volna túlzottan könnyű, ha nincsen tapasztalatom az olapkocka létrehozásban, ugyanis definitíve ez a feladat. Jó, most nem a bányászatról beszélünk, hanem logelemzésről, de a probléma ugyanaz, nagyon sok adat keletkezik. Azt azonban nem tudom folyamatosan minden egyes keletkezéskor levizsgálni. Tehát a log rekord beesésekor rendkívül gyorsan kell végezni. Villámgyorsan. És aztán majd időnként tudok elemezni. Na, erre tökéletesen alkalmas volt ez a rendszer. Gyakorlatilag arról szól, hogy keletkezik a három logfájl, állandóan nyomja befelé a logrekordokat. Van egy végtelenül egyszerű kis komponens. Jó, szinkronizálja is őket, mert amikor elindítottuk a rendszert, akkor egy elmúlt 1-2-3 napos logfájlt be kellett darálni, és aztán utána mehetett tovább a folyamatos figyelés. A lényeg az, hogy ennek a tetején gyakorlatilag ilyen adatkocka időszegmensekre osztott adatkockát tudtuk vizsgálni. Tehát a logrekordok, ráadásul ugye kicsi készületetéssel egyebekkel esnek be, tehát beesnek ide, akárhová itt menet közben, sőt, mint a végére is szerencsétlenek. De ez minket nem zavar. Mi azt mondjuk, hogy egy 15 perces intervallumot nézünk, mondjuk percenként, és ebbe az intervallumban fogadunk el rekordokat, ami ennél régebbi, azt elhajítjuk. És amikor megnyílik az újabb időablak, tehát az első logrekord megérkezik a következő percről, és mondjuk már megvan 15 percig adatunk, akkor egyszer tudunk vizsgálni egy elemzést. Meg tudjuk nézni, hogy mely felhasználók, mely mérszervereken, milyen címre, összesített adatokban küldtek levelet, és ennek alapján meg tudjuk nézni, hogy mit tudom én, az elmúlt 15 perc alatt XY felhasználó 4000 levelet küldött el. Bocs, ez nem jó. SMS értesítés, e-mail értesítés, stb. És be tudjunk avatkozni. A tevékenységbe letilthassuk a felhasználat és így tovább. És utána a nem használt rekordokat nyilván villámgyorsan tudjuk eldobni, hiszen csak egy szegmest kell levárni a kocka végére. Szemben azzal, hogyha ezt itt valamilyen módon a tényleg teljes logrekord halmazon próbáltuk volna megvalósítani. Egészen jó. Tehát így tényleg ilyen, az úgy nagyon tetszett, amikor az első bemutatónál úgy kérdezték a srácok, hogy és azokat a meglévő rekordokat mennyi idő alatt olvasod? Már kész van, már fut a rendszer, most már figyeli a rendes folyamatot. Ami még fontos volt, GVT, ismerős? Google Web Toolkit. Ki szereti, ki nem szereti? Aki ismeri? Szeret? Nem szeret? Jó. A GVT igazából a számomra nem legkevésbé szimpatikus jelenlegi fejlesztési szokást tünteti el, mégpedig azt, hogy
hibrid kódbézzel dolgozunk. Tehát ha van egy alkalmazásunk, amihez ne adj Isten távoli felületet kell adni, akkor erre az a megoldás, hogy az alkalmazás szerver oldalát megírjuk valahogy, és a kliens oldalát megírjuk JavaScript-ben. És használunk rá minden érdekes dolgot. Az a baj, hogy ezek igazából ugye nem nagyon találkoznak egymással, tehát hogyha valamilyen konstansom, adatom, adatszerkezetem, mit tudom én, mint van, valamilyen módon módoskodnom kell arról, hogy ez a két kódbézben, vagy akárhány kódbézben adott esetben, mert el tudok képzelni olyan történetet, hogy mondjuk valaki egy Oracle Server script halmazt csinál az aljára, mert az jó, aztán utána arra teszek, mit tudom én, egy PHP és Pythonos nem tudom én milyen felületet, amiből JavaScript-eket generál, azt letolja a kliensre és tessék. Na most ezt módosítani halál. Oké, hogy JavaScript-ben egy adott, ja bocsánat, böngésző függés, ugye különféle böngészők nem teljesen működnek. Számomra ez egy mérhetetlenül idegen világ, tehát olyan szinten húzódozom tőle, hogy nagyon. Viszont a Google Web Toolkit pont erre való, Java kódot lehet írni. Bizonyos megkötésekkel, amik azért eléggé nagy mozgásteret engedélyeznek, írok egy Java kódot, azt a Google Web Toolkit lefordítja a JavaScript-re, és ő gondoskodik arról, hogy a különféle böngésző típusokon hasonló módon viselkedjen. Nem tűr innen. Nem lehet vele előállítani a legszebb üzenetet. De elég jó. És cserébe azért, hogy a folyamatos változásokat nem kell követni különféle kódbézeken, szerintem nagyon komoly eszköz. Ráadásul nagyon hasonlít a Swinghez, tehát igazából ezt a Swinghez-nek a user interfészét mondjuk két hét alatt adtam össze, de úgy, hogy a végén már egész jól nézett ki. Még színek, meg stílusok, meg ikonok, meg minden egyéb is belefér. Ahhoz képest nem rossz. Szerintem a JavaScript-en még a fejvakaráson nem tudtam. Jó, még egy gyors, ez az üzenetküldés téma. Ugye, találok egy spammert, üzenetet kell küldeni. Hogyan küldjek üzenetet? Hát ugye, meg kéne hívnom egy fűvét, vagy valami, és akkor valaminek kéne történni. Nem. Az, hogy találom egy spammert, az egy esemény. Az eseményt én belekiáltom egy hordozó felületbe, a túloldalon olyan komponensek ülnek, amelyek erre az eseményre hallgatnak. És aztán szépen feldolgozzák. Miért jó ez? Azért jó ez, mert az, hogyha én mondjuk logfile-ba is le szeretném írni azt, hogy találtam egy spammert, az nem úgy néz ki, hogy én elkezdek kódolni, és ami eddig most levélküldés, logfile írás, SMS küldés, Skype küldés, ezek így külön jelentkeznének, és ezt be kéne írni valahol a kódba. Nem. Azt csinálom, hogy innen mindig van egy eseményküldés, és a másik oldalon vannak eseményfigyelők, ahova én beteszem a logot, beteszem az e-mail küldést, beteszem az SMS-t, és így tovább. És ők majd rájönnek, hogy nekik is szól-e az esemény, vagy sem. Ezt olyan szintig sikerült konfigurálni, hogy ha fölvettem meg a rendszerbe két adminisztrátort, az egyik angol nyelvben, a másik magyar nyelvben, az egyik internet kéri az értesítést a másik SMS-ben, akkor az itteni egy eseményből az elmondott feltételeknek megfelelő üzenetek jöttek ki. És nem kellett rajta túlzottan sokat sportolni, mert ez az architektúra lehetővé tette azt, hogy jó, és akkor Skype üzenet kell, miért ne rakjam le SMS-t. Ja. Ez mesélem, hogy jövünk előre az időben. Ez egy terminál szerver létrehozás. A probléma következőképpen néz ki. Kiteszünk különféle terminálokat a különböző helyekre, az országban bárhová érjünk egyes terminálokat, ahol különféle műsorokat szeretnénk futtatni. Ezek reklámok, interaktív felületek, ahol a felhasználó mondjuk böködheti, mondjuk háttérinformációkat keresek, vagy mondjuk menetrendet néz, órát néz, bármit csinál. Az érdekes az, hogy a terminál C-sharpon programozható és Windows 8-at futtat, ellenben a szervert azt Java-ban szeretném megírni. Érdekes.
koncepció. A dolog megoldása az ott kereshető, igazából már a Svetkecser környékén is gondoltam, hogy beszélek róla. Az alkalmazás valójában nem a forráskód. A forráskód ahhoz kell, hogy bizonyos szolgáltatásokat létrehozzak a segítségével. Tehát bizonyos az adott gépen, az adott környezetben rendelkezésre álló eszközöket meghajtsam, és valamilyen tevékenységet kíváncsak. Legyen az egy adatbázis művelet, legyen az egy képernyő művelet, a rendszeróra kiolvasása, és így tovább. Tehát gyakorlatilag azt mondom, hogy van a gép, fantáziatosan gépnek nevezem, ennek vannak különböző szolgáltatásai, amikre ráültetek ilyen belépési pontokat, ezt le kell kódolnom. Tehát ugye ide szükség van kódolásra. Egy adott környezetben, amikor ebből egy alkalmazást építek, ezt föl kell paramétereznem, tudom, hogy mekkora képernyő felbontása, vagy mi legyen az a kép, amit meg akarok jeleníteni egy felületen, illetve üzenetkezelést kell oda-vissza megvalósítanom, bizonyos dolgokra ez a komponens figyel, illetve bizonyos eseményeket előállít. Tudok tenni alá egy eseménybuszt, ugye ő megmondja, hogy, bocsánat, így könnyebb, ő megmondja, hogy erre az eseményre figyel, és ezt az eseményt kibocsátja, ő egy másikra figyel, és egy másikat bocsát ki. Ezzel gyakorlatilag összeraktam egy alkalmazást. Igaz? Megírtam ezeket a gombócokat, ezért nem kellett. Csináltam egy olyan dolgot, hogy megmondtam, hogy ezek milyen paraméterekkel rendelkeznek, és milyen módon vannak összekötve. Ebből a kettőből ez egy számítógépes program. Annak ellenére, hogy konkrétan az alkalmazás szerkezete nem készült el forráskódban. Csak az egyedi komponensekkel született forráskódban. Miért érdekes ez? Azért, mert van egy C-sharpos futtatókörnyezetünk, és van egy Java-s szerverünk. A kettőnek semmi köze nincsen egymáshoz. Viszont ha azt mondom, hogy az alkalmazás struktúrát le tudom írni egy konfigurációnak a segítségével, ehhez a konfigurációhoz, a Java oldalon egy szerkesztőt tudok adni, amely ugye garantálja azt, hogy az itteni konfigurációk helyesek lesznek, tehát validálni tudja azt, hogy milyen struktúrát építek föl. Ezen az oldalon pedig megírom a futtató komponenseket, akkor írtam egy olyan rendszert, ami totál hibrid környezetben működik, és nem fáj. Olyan szinten nem fáj, hogy ezt sikerült lekódolni egy olyan 3 év alatt. Úgyhogy előtte nem dolgoztam szépen. A kommunikáció az JSON alapú, majdnem, mert ez a konferencia, amit C-sharpba találta, a JSON az egy teljesen korrekt szintax is, de alapvetően működött. Tehát a véleményem az volt, hogy van egy olyan C-sharp programom, ami kizárólag ezekből a futtató komponensekből áll, képernyőfelosztás, videólejátszás, óra megjelenítés, eseményfigyelés, időzítés, egyebek, és egy konfiguráció, amit JSON-ban szépen felolvas, és annak alapján működik. Ez egyébként fönn az interneten. Nem dicsekszem a forráskódjával, mert ugye ez ilyen proof of concept játék, de ezért érdekes. És nem fogom elmondani az Objective-C-t, mert az mondjuk egy nagyon hosszú történet lenne. Viszont ha valakit érdekel igazán ilyen nagyon jól összerakott fejlesztői környezet. Nem vagyok marketinges, és vannak olyan területek, amik számomra is idegenek ebben a történetben, de az Objective-C tanulmányozás szempontjából mindenképpen egy nagyon-nagyon jó terület. Úgyhogy melegen ajánlom például az ebbenféle Human Interface Guideline-t. Nagyon jó. Tehát az ottani elvek, hogy hogyan csináljunk olyan felhasználót, olyan programot, amit még a felhasználó is szeretni fognak. Igen, tehát hogy hogyan csináljunk elégedett felhasználót az általunk kitalált rendszerhez. Na, abból soha nem lehet volna. Eszement a szintaxisa. Tehát az a szögletes zárójeles eseményküldős űrlet az nagyon durva. A null pointereknek a
Tehát a nullpa interexception hiánya az, az elsőre elbevágó. És ráadásul az az érdekes kapcsolat, ami az objektív C és a C++ nyelv között van, az egy kegyetlen történet, de ha ezeken sikerül átmenni, hihetetlenül tömör. Tehát olyan szinten lehet ilyen szemre ránézve értelmezhető kódot alkotni, hogy lehalapban. Tehát érdemes megfutni azt a kört az Objective-C környékén. De most nem mondom el, hogy mit csináltam. Most tartsunk szünetet, nem? Vagy inkább abban reménykedjünk, hogy vége is lesz mindjárt? Nem tudom, hallgatóságnak körülbelül egy órát hirdettünk meg, hogy 60 perc lesz az előadást. Nekem még 2x45-öt mondtál, csak azért mondom. Hallgatónak mennyit hirdettünk meg? 66 vagy 2x45-öt? Vagy nem mondtam konkrétan? Rájönnek még akkor? Akinek el kell mennie, mert magamban, akkor az Zoom-ot tanálja fel is mondja. Tehát akkor szerintem, hogy... Tehát inkább folytassuk. Inkább legyünk túl rajta hamar. Jó. Oké. Okay. Másfél órák az anyag szokva. Jó, tehát az aztán nem méret. Tehát inkább ne tartsuk szünetet, nem haladjuk. Jó, azt így, hogy a második blog feliratú történet az abszolút nem lesz most meg. Azt hiszem, nem baj. Bőven elég lesz, hogyha erre a pár gondolatra, amit én most elő akarok még vezetni arra, hogy inkább jobban oda tudunk figyelni. Ezt most jól letörlöm. Ugye, előrágottam egy lakáskörnyezetet. Mondom, ez azért is érdekes, mert hogyha mondjuk ilyen további beszélgetéshez témákat keresünk, akkor hát én kb. Ennyit láttam. Álljak ide? Igen, körülbelül odáig látszik a Mászlónak a szélén még látszik egy méterbe. Jó. Jó. Egyébként mindegy, mert tehát alapvetően nem az arcomra vagyok kíváncsi, mert persze ez is egy nagyon érdekes dolog, de úgy általában tehát az egészben. Na. Szóval különféle platformok elég érdekes és szerteágazó területek. Mégis nem csak a tapasztalatok, hanem megvalósítási minták jelentek meg, amelyek tökéletesen újra használhatók voltak a platformtól teljesen függetlenül. Adott esetben a minták ugye segítséget adtak ahhoz, hogy hibrid platformok közötti együttműködést lehessen belül csinálni. Ugye ez megint abban az irányba vezet, hogy valami általános történet azért van a szoftverben, annak ellenére, hogy ezek a platformok ennyire szertágazók és ennyire nem szeretnek egymással beszélni. Mondjuk nem teljesen véletlenül, de ez már véletlenül. Na. És mivel én folyamatosan ezeket az általános dolgokat kerestem, ezért nyilván az újrahasználás lehetségessé vált, most már eléggé hatékony. Nagyon sok év volt, de remélhetőleg ez még körülményhető. Egy szoftver jellemző. Tehát mit akarok elmondani akkor, amikor egy szoftvert le akarok írni? Tehát elkezdek tervezni, mit tudni? Beszéljünk egy számítógépes alkalmazásról. Ugye először is mi? Hol fog futni? Tehát ez egy desktop alkalmazás, egy webes alkalmazás, adott esetben operációs rendszer, hogyha nem Java-ról beszélünk, hanem mondjuk C-sharpról, Objective-C-ről, C++-ról, user interface esetén ugye valami UT, Java-ban Swing, SVT, akármi. Tehát hol fog futni? Ezt először ki kell deríteni. A nyelv most itt a programozási nyelv, mivel fogjuk megírni. Nyilván azt is valahol el kell dönteni. Ugye van, amikor meghatározza a környezet, van, amikor nem, és akkor utána jönnek még a varázslatos különféleszkép nyelv. Miben írjuk meg? Milyen terhelés lesz meg? Tehát párhuzamos felhasználók száma, maga a folyamat, amit csinálni fog, ugye, tehát az egyik esetben ugye valami nagyon széles, tehát nagyon sok felhasználó dolgozik egyszerre. Másik esetben mondjuk egy videószerkesztőnél, vagy egy adatbányászatnál meg egy felhasználó, de poligrombolja a gépet, hogyha egyszerre kíván. Mik ezek a jellemzők? Várhuzamos felhasználók száma, sessionök, bejelentkezett, nem bejelentkezett felhasználók, és így tovább. Ezt el kell mondanom. Regionalitás. Nyelvi, pénz, területek, távoli felhasználók, időzónák eltérése, és így tovább. Adott esetben egyszerben ez bizony
komoly jellegességeket jelentett. Például, hogy tudjuk, hogy egy átutalás pénzügyi esetben mikor, milyen pénznemben elszámolva, milyen átváltási arányokkal, stb. Történnek. Nem is szeretnék ezzel foglalkozni. Milyen kereteket, milyen komponenseket használok föl? Tehát ugye nem natív jávában kezdek el dolgozni, hogy adatbázis hozzáférésnek írok meg, hanem fogok egy IDBC-t, vagy fogok egy ilyen annotation keresztül kezelhető nagyszerű keretet, bármilyen hibernate-et, vagy JPA-t, mint tudom, ilyen dolgokról beszélek. Meg hát ugye a felhasználói, tehát mint a user interface környezeteket, JavaScript esetében jQuery-t, hasonló történeteket, tehát kereteket, komponensre fogok használni. Milyen fejlesztési környezet? Ugye nézőkezelő, kurokövet, stb. És a végén ugye elkészül a forráskód, illetve a hozzátartozó konfiguráció. Kihagytam valamit? Én nem tudom, tehát úgy hirtelen ez jutott eszembe. Szerintem elég impresszív a lista, úgyhogy maradjuk ennyiben, szép hosszú. Ugye? Oké, na, mi ez? Vajon? Most meg fogom várni, míg valaki jelentkezik és azt mondja, hogy ez mi. Mert szerintem rá lehet jönni. Igen, de vajon mi van benne? Mi ez? Figyelj! Dátumok. Dátumok. Igen, de vajon milyen dátumok? Van a Excel Excel. Mikor kell dolgozni, és mikor vannak szünetek? Vajon ez micsoda? Ez Magyarország 2012-es ünnepnap, illetve csere munkanap naptárja. Egyébként tényleg, tehát ez most nem vicc, bele is építettem valamelyik rendszerbe. Oké, okay, stimmel? Tehát most már így már azért valószínűleg stimmel. Hány példányban kellene megkérdezni? Ennek az oka. Ideális esetben egy. Egy. Egyetlen egy példányban kellene megkérdezni ennek az objektumnak. Ez valamikor Magyarország kormánya egy, mit tudom én, esős vasárnap délután elhatározza, beteszi valahova, és ennek az egyetlen egy példának kellene létezni ebből. Nem szeretném megtippelni, hogy hány példányban létezik ez a adattartó. Miért? Mi hiányzik belőle? Konkrétan kapcsolatok, hogy melyik szünnapot mikor dolgozzuk le, hogyha ez fontos nekünk bármilyen szempontból. Jó gondolat, de ebben a pillanatban nem értek. Hogyha elhanyagolhatunk, akkor szerintem nem hiányzik semmi. Segítek, hiányzik, igen? Hát, hogy mi miért az? Tehát, hogy most jó... Nem, engem ez nem érdekel. Én azt akarom, hogy mit tudom én a 8 munkanap múlva fejkérdés. Ezt az következőben akartam meg. No? Senki többet, harmadszor? Milyen nap például? Szombat, vasárnap, hétfő. Miért kéne azt kitennem ebbe a konfigurációba? Tehát ennek egyetlen feladata van, hogy a különlegességeket lekezeljen. Nyilván van egy naptárkezelő valahol, mindegyik rendszerben, hogy megmondja, hogy ez a dátum, ez most milyen nap. Nekem azt kell tudnom, hogy ehhez képest mégiscsak ünnepnap az a kedd, és mégsem ünnepnap az a vasárnap. Pedig volt ezen a táblán is, az adatbirtokos. Ugye, mert azt mondom, hogy kalendárz, világít. Azt mondom, hogy kalendárz, tök jó. 2012, tök jó. Hun. Vagy en, vagy göbö. Vagy oda, vagy oda. Igaz? Ha van adatbirtokos, onnantól kezdve tényleg igaz ez az egy példányos történet. Egyébként nem tudom azonosítani ezt az adatot, tehát az egy példány nem stimmel, csak azzal, hogy hozzáteszem, hogy itt Magyarország. Ha benne van, akkor onnantól kezdve valóban állíthatom azt, hogy ez az egyetlen példány kell, hogy érkezzen, és garantáltan egyedi is lesz. Ugye itt kerül elő az a kis táblázat azzal a bizonyos telefonos történet. Adatbirtokos.
jó, mit csinál az a komponens, amelyik használja, hát nyilván naptárt kezel, és tudja, hogy egy adott országban melyik volt jó, vagy melyik sem, tehát ki tudja számolni, hogy hány napot dolgozott a két napot között. Példányszámtól biztos, hogy függ, mert... Nem, bocs, elnézést, az előbb felsorolt az az előző dián felsorolt. Ja. Mert én azt állítom, hogy nem. Tehát én azt mondom, hogy szükségem van egy naptárszolgáltatásra, egészen pontosan el tudom mondani, hogy mit akarok én egy naptártól. Ne vegy a cserészet, nem? Hány példányban írjuk meg forráskódban, különféle rendszerekben, ugye az előző történetben felsorolt eltérések miatt, ugyanazt a műveletet. Érdekes kérdés. A fejlesztés, igyekszem tényleg gyors lenni, ezek ilyen szép ilyen lépések, ez egy kb. Mondom, nem vagyok egy iskolás rendszert jó ismerő ember, de valahogy ez kb. Ez a V-modelles történet, hogy felmérjük, megtervezzük, lekondoljuk, leteszteljük, ellenőrizzük, tehát valahogy így végigmegyünk ebben ezen a történeten. És valahogy nem nagyon működött, ugye, sose, tehát nagyon-nagyon sok szoftveres projektben van csúszás, sok bunyó, és így tovább nem igazán jön össze. Tehát ez a nagyon-nagyon szigorú, nagyon rendszerezett dolog, ez valahogy nem akart különösségben működni. Ezért most áttértünk az ilyen konstans, beta, scrum és egyéb metodikákra. Elnézést mondom, nem vagyok iskolás, ez most nagyon divatos, tehát nem szép ilyen dolgot mondani, nekem nem annyira tetszik. Ami ugye arról szól, hogy minél hamarabb tegyünk ki szolgáltatásokat, mutassuk meg és javítassuk, mert majd szólnak, hogy nem jó. Ez mondjuk tényleg jó egy ilyen webes szolgáltatás esetén, de mondjuk az életemet nem néznem meg. tehát ilyen módszerű, mondjuk azért mondjuk egy fékvezérlőt például, hogy jelenleg hazai példát is említsek, nem lehet megépíteni, hogy majd visszaszól a felhasználó, nem ő szól vissza, hanem az ügyvédje. És az fájni fog meg, piac meg egyébként, tehát bonyolult. Mintha nem lenne igazából jó megoldás. És ez pedig azért egy ilyen nagyon érdekes és meglehetősen elhanyagolt terület, amivel én nagyon-nagyon sokat küzdöttem, és eszméletlen jó érzés volt egyszer ilyen kinyomtatott könyvben látni, hogy dokumentációmániás volt egyébként. Tehát én rettető sok doksit írtam, amit nagyon kevesen szeretek elolvasni, hát nullához konvertálni a számú ember. És nagyon szépen láttam így leírva, hogy az összes szoftverfejlesztési hiba, bukta, csúszás és egyébnek az oka túlnyomó többségében, ilyen 80 fölötti százalékban tervezés és egyeztetés hibák miatt van. És nem a forráskód hibák miatt. Tehát az, hogy most rettenetes mennyiségű JUnit tesztet, meg nem tudom, minden Lotus virágot írunk, meg automatikus izét, meg integrációs tesztet, meg minden egyébet, ez nem helyettesíti az előzetes gondolkodást. Meg egyik metodika sem helyettesíti az előzetes gondolkodást. Tehát ezt mérhetetlenül komolyan kell venni, és akkor megint visszavonunk a történet elejére, kérdések és válaszok. Fel kell ismerni a rossz kérdést, akármilyen szinten van. Tehát a lehető legalacsonyabb szinten, tessék, ezt a függvényt meg kell írni, miért? Miért így? Ha van egy ilyen jellegű kérdés, arra választ kell keresni. Mert a kódhibákat ki lehet javítani. Tehát az ilyen jellegű tervezési hibákat, amelyek egyébként egész jól működő kódok összekapcsolásakor egyszer csak kiderül, hogy nem megy át az az adat, nem érkezik meg, rosszkor érkezik meg, stb. Rettenetes, borzalmas és szörnyűséges hekkeléseket eredményeznek mindenféle kódban, végképp tönkreteszik az eredetileg talán létezett struktúrát, és az egész egy kezelhetetlen módon használják. De hát igazából ezek módszerek, mind a kettő létezik, gondolkodás nem érdekesít.
Amit nagyon fontos figyelembe venni, jellemzően, főleg már egy éles történetben, ők olyan embereknek dolgoznak, akik nem szoftverfejlesztők. Néha azok, és... Na mindegy. Ami azt jelenti, hogy figyelem, ők definíció szerint nem tudják, hogy mire lesz képes a rendszer, nem tudják elképzelni. Rettenetesen sokat lehet hallani, olvasni minden egyéb különféle fórumokon, magánbeszélgetésekben, egyedekben, hogy a hülye felhasználó. Dehogy is! Nem a felhasználó a hülye, hanem érti a rendszer. Az a rendszer rossz. És a felhasználó, az a felhasználó is, aki a megrendelő szerepében áll, nem tudja, hogy milyen lesz az a rendszer, amit ő kér. Oké? Tehát, amikor szoftvert fejlesztünk, akkor két teljesen eltérő világról van szó. A felhasználónak van egy elképzelése, nekem van egy technikai tudásom. Két szerencsétlenség van. Ha én megpróbálok a felhasználó helyet gondolkozni, meg ha ő megpróbál helyettem gondolkozni. Ez nem így működik. Nekem valamilyen szinte bele kell élnem magam a felhasználó helyzetébe. Tizenvalahány év tapasztalat után már föl lehet tenni olyan kérdéseket, amiket a felhasználó majd egy hónap múlva fog föltenni. És ez működik is, meg lehet csinálni. Ha jól látom azt a struktúrát, ami a felhasználó igényei mögött van. A felhasználónak jó esetben van egy jelenlegi működése, amivel elégedetlen, ilyen bajnok, amire szeretne megoldást találni, előad egy megoldásot, megoldási javaslatot halmaz. Két hibát követel, teljes mértékben fókuszál arra, ami rendszer jelenleg van, és azokra a hibákra, amelyek azon vannak, és megpróbálja azt elérni, hogy hogyan lenne ez a rendszer megoldható úgy, hogy jobb legyen egy kicsivel, de számítógép. A másik, hogy megpróbál az önök fejével gondolkozni, és arra gondol, hogy most ezt hogyan kell megcsinálnom nekem. Nem, nekem mit fejlesztőnek. Bocs. Nem ez érdekel. Az érdekel, hogy milyen szereplőid vannak ebben a rendszerben, hogyan lépnek ezek egymással kapcsolatban, hányan vannak, mit csinálnak. Ennyit mondja el. Ennek alapján én szoftver szinten meg tudok csinálni egy ilyen szolgáltatás halmazt, az ő beszélgetésüket, és abból összerakom egy megmutatható állapotot. Halál biztos, hogy erre a felhasználó azt fogja mondani, hogy rossz. Ez nem kérdés. Ez egy kommunikációs állapot, amin tovább menni csak akkor lehet, hogyha ezt a két világot sikerül összhangolni. Ha ezt sikerül megcsinálni, akkor a következő lesz az eredmény. Az lesz az eredmény, amikor a felhasználó egy év múlva, három hónap Igen, én tudom, hogy ezt én mondtam, de nem lehetne? Mire önök? Már váltam ezt a kérdést. Szemben azzal, hogy te hülye. A kettő között nagyon nagy a különbség, és ez a különbség, ez önökön múlik, nem a felhasználó. Azon múlik, hogy én felfogom-e, megértem-e, és igyekszem egy ilyen módon megközelíteni a dolgot, és nem úgy, hogy vágjam össze működőre azt a szolgáltatást, azt, amit a felhasználó kért. Nem. Azt a szerkezetet próbáljam látni, és belőle valami hasonlót összerakni, amit összehozunk olyanra, hogy neki is jó legyen, és ha jól értettem meg azt a szerkezetet, amit ő elmondott, akkor a holnap utáni kérdésére tudok válaszolni. Ha nem, megint tudtam valamit. És szépen átrendezem ezt a versenyt, és lehet legközelebb megcsinálom ezt a versenyt. Én. Aztán ezt mondta el. Jó? Tehát sajnos önöket ezért fogják fizetni. Megint volt értéke. Berök egy adott kódot. Igaz? Nem olyan, mint egy kés, egy szék, egy, mit tudom, egy bármilyen használati tárgy, bármilyen fizikai eszköz. Önök informatikai tárgyakat hoznak létre. Ezek az informatikai tárgyak belekerülnek egy rendszerbe, és ott van. Igaz? Nem. Természetesen nem. Mert így ebben nem lenne jó üzlet. Változik a környezet folyamatosan.
Tehát a megírt kód elválódik. Ha egy adott környezetre specifikus kódot írok, a környezet változásával, mit tudom én, kijött az új Windows verzió. Kijött az új, mit tudom én, Explorer verzió. Új szolgáltatásokat találtak ki a HTML5-ben. A kódom elválódik. Tegnap még jó volt, ez volt a legjobb, de ma már nem, és hónap után le se fut. És mindenképpen újra kell jönni. Gáz. A felhasznált komponense kell abban, ugye? Próbálom megúszni. Mert próbálom azt mondani, hogy oké, igyekszem kevés kódot írni, felhasználok másik komponenseket. Mert akkor ugye kevesebb kódot írok, és akkor azt a kevesebb kódot ugye lehet majd javítani, meg továbbfejleszteni, meg tudom én, meg ugye nem kell tesztelni, nem kell stb. Tehát óriási jelentősége van annak, hogy ha találok egy jó komponenst, amit föl tudok használni az adott célra, használjam föl. Annyival kevesebbet kell szerencsétlenkedni. Igen, de elavulnak a komponensek is, ők is változnak, vagy fejlesztik őket, és akkor megint ugyanúgy elavultá válik a saját kódom. Mert oké, de én a 3.2-es változathoz fejlesztettem. Igen, de a 4.8-asban már van csillivili táblázat is. És akkor eldönthetem, hogy mikor van az a pillanat, amikor összedótonzom az új komponenssel, és megint kitesztelem a már régen megírt, és akkor stabilabb működő kódomat. Gáz. Ez fáj. Tehát ugye ez arról szól, hogy igen, tök jó lenne mindig komponenseket használni, mert amit beírok rossz, definíció szerint, azt ki kell igazítani. Az a rossz. Tadadadad adom, és betanulás idő. Ajjajjaj, bocsánat. Na, ezt akartam mondani. Ez a bizonyos történet, hogy ha én felhasználok egy általánosan ismert komponenst, mit tudom én, a J-log, bárkinek azt mondom, figyelj, olvasd el a J-logot, bekötöttem, használt, te is. Írok egy saját log komponenst. Következő programozó, aki ott mellett, mellettem két dolgot kérdez. Egy, hogyan kell ezt használni? Kettő, miért nem J-logot használsz? Ugye, ciki. Kicsit ellentétben van az előzővel. És akkor itt jön ez a történet, hogy nincs optimális megoldás. Jó üzletet kell kötni. Tehát végig kell gondolni azt, hogy mennyit kell nekem kódolni, és mennyit érdemes komponenst felhasználni. Nincs olyan megoldás, hogy ez most tudja jó. Például az esetemben a GVT az egy ilyen. Azt életben nem akarok JavaScript-hez jönni. A GVT ezt lehetővé teszi. Oké, bárkinek a torkán lenyomom, aki tőlem webes alkalmazást kér, bocs, GVT-be fog elkészülni. Nekem ez jó üzlet. Egyébként nem értem. Érdekesen hangzik az a saját nyelv kialakítás, de lényegében erről beszéltem eddig, ott az előző résznek a végén. Tehát, hogy amikor én a felhasználóval, a megrendelővel megbeszélem, ez akkor lehet nagyon piciben, tehát mit tudom én, egy nagyon zárt kis szolgáltatást bíznak rám, és a megrendelő a mellettem ülő kolléga, jó, akkor is módon van arra, hogy megbeszéljem vele, mint megrendelővel, hogy milyen szerkezetbe szeretné ezt a kódot beilleszteni, mire számítsak adott esetben a hosszabb távon? Hová szeretné az ő saját dolgait fejleszteni, tehát idővel esetleg mihez kell majd nekem alkalmazkodnom. Pontos igényfelmérés. A saját nyelv jelen esetben annyit jelent, hogy én gyakorlatilag a saját szolgáltatásomban ugye komponenseket, beszélgetést közöttük, adatokat meg egyébeket hozok létre, ez gyakorlatilag egy nyelv. Leírok egy adott helyzetet a saját eszközeimmel, a saját kis komponenseimmel. Ezt nevezem saját nyelv, ez a domain specifikus language, hogy milyen kurszhoz beszél. Magyar angol jó volt, mindegy. Szóval, hogy tehát erről van szó, ha így tudom megközelíteni, akkor rendben vagyok, és így szabad komponenst felhasználni. Ugyanis azt mondom, hogy kialakítok egy saját nyelvet, fölmértem a felhasználó igényeit, és azt mondom, hogy ebbe a nyelvbe, ebbe a gombócba bele tudom rakni azt a komponenst. Nem fog kilógni belőle. Ez a plusz. Tehát, hogyha ebből a komponensből nem lóg ki az általam felhasznált komponens, akkor annyit jelent, hogyha nem lesz jó a komponens, kicseréltem. Ha elavult és fel kell frissítenem,
hogy ezt az egyetlen komponens érinti jó esetben, ha nem tartottam az amit. És így tovább. Tehát ha ez a nyelven megvan, akkor képes leszek valamilyen módon azért ellavírozni a változó körülmények között, és elég jó hangulatban tudok elválni a felhasználótól, vagy tartani a folyamatosan kapcsolatot. Kódmennyisége szégyét a szerkezetben. Tehát igazából az értékét nem a leírt sorok száma adja meg, hanem az, hogy milyen struktúrába gyúrtam bele azokat a sorokat. Ha jó a struktúra, jól sikerült kitalálnom és megbeszélnem, akkor annyit jelent, hogy ezek relatíve független szigeteket fognak alkotni, és tök mindegy, hogy adott esetben az adott kódban szemét az a kód, amit megcsináltam, mert az volt a cél, hogy működjön, de le tudom cserélni. Jó? Oké, deklaratív eszközök szerepe, ezt nem fogom elmondani. Jó, ez tényleg kezd már filozófia lenni. Egyébként én szeretem ezt a témát, de sajnos tudottam. Itt lényegében arról van szó, hogy az előbb látható volt az a motiváció, hogy próbáljunk megszabadulni a kód mennyiségtől, és inkább alkossunk jó szerkezetű kódokat, amelyek kevés, jó szerkezetű alkalmazás, amely kis mennyiségű kóddal dolgozik. És itt jön be a képbe ugye a deklaratív eszközök, tehát az a történet, hogy egyrészt legyen eszközünk arra, hogy ezt a szerkezetet létrehozzuk, és kezelje valamilyen környezet ezt a szerkezetet. Tehát, hogyha mondjuk beszélünk egy UML-es rendszertervező eszközről, akkor ugye arról beszélünk, hogy emeljünk ki a kódunknak a szerkezetét egy magasabb szintű, átlátható, deklaratív eszközbe, amely átadható, megmutatható, tulajdonképpen a struktúrája validálható anélkül, hogy kódolnék, így generáljuk le azt a kódot, amit aztán futtatni szeretnénk, és aztán dolgozzunk vele. Nem vagyok híve a jelenlegi tervező eszközöknek, ezért tudok egy sajátot. De az elv nagyon logikus. A deklaratív eszközökkel tudunk igazából megszabadulni attól, hogy ezeket a szerencsétlenkedéseiket saját magunkat próbáljuk megoldani. A deklaratív eszköz egy szinten följebb teszi ezt a történetet. Mit tudom én, deklaratív user interface segítségével letettem magammal az egész feladatot, hogy nekem bármikor is user interface-t kell csinálni. Szépen megrajzolom egy adott szerkesztőeszközben, elmentem egy fájlba, azt a fájlt valaki betölti, abból fölépül az a szerkezet, Java-ban, HTML-ben, PDF-ben, és nem érdekel, hogy hogyan történik. Hordozhatóság, változtathatóság, még binding. Ez ugye azért érdekes, ha már azon a ponton vagyunk, itt az elején ugye ez itt kimaradt. Tehát ha erről is beszélünk egy kicsit, akkor beszélhetünk arról, hogy van egy program szerkezet. Tehát mit tudom én, ott az előbb meséltem azért ott a terminálos történetnél, hogy ugye van egy kezelőkeret, amely képes beolvasni egy konfigurációt, képes hozzá betölteni, vagy hát ugye a saját hasában tárolja azokat a futtató komponenseket, amelyeknek ezek a konfigurációk szólnak. Megvalósít egy message queue-t, egyébként a message queue is egy komponens gyakorlatilag, meg timer, meg egyebek. Ebből a kettőből ő összerakja az alkalmazást és futtatja. Tehát igaz, hogy létezik programozás, létezik fordítás, de maga az alkalmazás nem a fordítás pillanatában épül, hanem abban a pillanatban, amikor az alkalmazás konfigurációját betöltötte. Late binding. Ez azért nagyon érdekes, mert hogyha átmegyek egy másik futtatókörnyezetbe, ahol mondjuk nem 600x800-as felbontású monitorom van, hanem 1500x600 milliós, ez egy kicsit sok volt, akkor azt az egyetlen komponens lecserélve ugyanaz a konfiguráció működőképes lesz, mármint alkalmazás konfiguráció működőképes lesz egy kicsit másmilyen szerkezetű futtatókörnyezetben. Vagy mondjuk értelmezhető az, hogy van egy terminálom, ami alapvetően egy monitor kezel. De összeállhat egy fő terminál, mondjuk
9 egymás mellé rakott monitort vezérlő terminállá. Ő saját maga egy akkora monitort mond a környezetnek, amekkorát a 9 együtt, és szépen továbbítja a rajzolási parancsokat a megfelelő hal egységnek. És ebből magasabb szinten nem kell látszani a semmit. Ezek már úgy kezdenek érdekesével. Végmányik. Eszközök. Végig akkor a teljes előadásnak? Hát most elvesztél szünetet tartani is. Az a durva, hogy ugye, hát igen, az időzavar alapvető problémája, mert ugye ez az első blokknak úgy hivatalosan a vége. Tehát az én elképzelésem szerint, hogy most rajzoltam egy olyan ívet, hogy ugye vannak konkrét tapasztalatok, és akkor abból remélem azért valamilyen szinten a tapasztalatok azért összefüggenek azzal a koncepcióhalmazzal, amit én most itt a vége felé elővezettem. Tehát szerintem ez így kb. Kerek. Hát a második fele az a baj, hogy egy kicsit húzósabb. Ez a bemelegítés volt. Ez a gáz, hogy nem viccelek. Nem tudom, szerintem azt megtehetem, hogy így földobálom a diákat, most már nem ebben a lejátszós játékban, hogy igazából miről gondoltam beszélni. Tehát igazából ez az a része, hogy hogy jövök én és ez a fajta gondolathalmaz ebbe a képbe, és milyen kép alakult ki belőlem egy tetszőleges, bármilyen számítástechnikai alkalmazásról, ami általánosan használható. Milyen alapvető tulajdonságai vannak egy fejlesztésnek. Ez lenne az a bizonyos vízió, hogy is épül fel egy ilyen alkalmazás. Minden számítástechnikai alkalmazás. Egy rövid szemléltetés arra nézve, hogy mi is ennek a megvalósításában hol tartok. Tréfás egyébként, tehát nyilván nem egy nagy show, de aki viszont, akinek leesett az, hogy miről beszéltem eddig. Na mindegy, szóval nekem nagyon tetszik az, ahová jutottam eddig. Körülbelül itt tartok. Tehát úgyhogy kezd saját magát. Saját. Nem is tudom, szóval kb. Így néz ki most a keret. De az az érdekes, hogy deklaratív eszközzel létrehozom a metaobjektum készletet. Nem tudom, hogy leszek. Ugye, tehát gyakorlatilag egy alkalmazás modulokból épül fel. Ezek különféle feladatokat oldanak meg. Egy modul tartalmaz típusokat. A típusban ugye változó deklarációk, különböző deklarációk vannak, meg referencia deklarációk, amelyek ugye a egymás iratkozást tárolják. Van egy metakörnyezet, amiben létrehozom ezt a meta-objektum-halmazt leíró szinten, tehát mit tudom, mondjuk jelen pillanatban X szemelőt tudom kimenteni, de lényegtelen bármire kimentető. Azt mondtad, hogy megeszik megírni. És ebből a halmazból legenerálható az a Java kód, amit én eredetileg megírtam azért, hogy el tudjon indulni a keret. És most jutottam el éppen ma arra a szintre, hogy a teljes meta réteget a saját maga által generált kód hajtja meg. És ez úgy jó. Úgyhogy ennyi. És hát igazából nem ezt akartam. Hogy kell csinálni, hogy a végére menjek? Ismeritek ezt a... Hogy mitől lesz ez nagy? Shift F-et. Ha! Ez az. Na, szóval ez az, amire úgy még akkor számoltam egy pár percet. Nem tudom. De ezt el tudjátok olvasni.
hagyják. Úgyhogy én eddig jutottam. Köszönöm a figyelmet, és most ezzel kapcsolatban mondtam valami gondolatot. Köszönöm szépen a tanulást! Köszönöm a lehetőséget! Hát most nyugodtan fel lehet tenni a kérdéseket, el lehet beszélgetni az előadóval, akinek még ötlete vagy elképzelése van. Illetve az, hogy vannak olyan témák még a hallgatók részéről, amiket szívesen hallgatnának. Hát ez a bevezető előadás kicsit általános volt, tehát ilyen elméleti kérdéseket taglalt a szoftverfejlesztéssel kapcsolatosan. Tesznek olyan előadások, amik specifikusan valamilyen termékkel, technológiával kapcsolatosak, és itt is fel lehet vetni olyan ötleteket, vagy kérdéseket, amin irányba el kell menni, akár a Lóránt részéről, akár más előadó részéről. Tehát mik azok a témák, amik önöket érdekelni elsősorban, mert általánosabb, vagy valamilyen technológiai specifikusabb dolgok érdekesek? Igazából szerintem mind a kettő érdekes lehet, tehát az általános témák azért jobbak, mert a hallgatóságnak nagy része fogja megérteni, a specifikus viszont olyan szempontból problémás, hogy csak egy bizonyos réteget lehet vele megcélozni. És hogy éppen ezért a témáktól függően ugye változhat a jelenlevő hallgatóknak az érdeklődési mutatója. De igazából szerintem mind a kettő érdekes lehet adott esetben, viszont egy kérdést szeretnék akkor feltenni. Ne baj, hogy közben már ülünk a maradokban? Ja, semmi van. Az UML-lel kapcsolatban. Sajnos ezt úgy érezzük, legalábbis én meg tudom, hogy jó pár évfolyamtársam és szaktársam is, hogy ez egy ránk erőltetett kényszer valami, mert egyelőre ott tartunk, hogy akkora méretű projekteket, amiket mi csinálunk, mondjuk egy fél éves beadandó, ami pár ezer sor maximum, meg kell tervezni előre UML-ben, amikor két nap alatt megírom a kódot, és abból legenerálom ugye magát a modellt, meg készítek hozzá teljes dokumentációt. Viszont ugye úgy tanítják, hogy a modellnek mindig pontosan kell tükrözni a kódot. Tehát ugye a modell alapján író kódot, és nem fordítva. Viszont a modellezés alapján, vagy a modellezés közben nem futunk bele azokba a hibákba és problémákba, és azokba a kérdésekbe, amiket a programírása közben. Tehát alapvetően egy modell az valószínűleg mindig hibás. Valami nem fog benne stimmelni, nem lehet azt megvalósítani megfelelően a kódban, vagy túl van cicomázva a dolog, lehetne egyszerűbben is. Tehát valahogy mindig hibás az a modell, amit kapunk, és amikor eljutottunk oda, hogy elkezdjük megírni, rájövünk, hogy abban volt valami rossz, nem baj, megcsináljuk a kódot jól, módosítjuk a modellt, de akkor meg már valahogy nem sok értelme volt az alap UML-nek. Tehát az UML-nél, hogyha nagyon szigorú megkötéseket használunk, akkor nem működik, szerintem. De maga a kérdés az lenne, hogy a gyakorlatban, az iparban mennyire használnak UML-t. Nem valamilyen különböző leíró rendszereket, hanem konkrétan az UML-t. Mert most ez a kötelező, ezt kell tanulni. Jó, de hogyha megyünk valahova dolgozni, gondolom nem ezt fogják lenyomni a torkunkon, már pedig mindent így. Nagyon jó szertágazó kérdés, köszönöm szépen. A személyes részére szeretnék először válaszolni, és visszautalnék az előadás elejére. Baj. Tehát az a leírás, hogy az ember szenved azzal, hogy muszáj megtervezni, aztán lekódolni, aztán ezek ugye elcsúsznak egymásra ezek. Aki nem szokja meg, az nem lesz programozó. Tehát érdekes, igen érdekes a megközelítés, amihez bennem létezik, ugyanis tökéletesen megértem, és tökéletesen utasítom ezt a megközelítést.
kis projekt esetében irgalmatlan értelmezett over. Viszont egy nagy projektnek nem lehet úgy nekiállni emelve, hogy nincsen tapasztalata. Tehát pont az a szerencsétlenkedés, ami a fejlesztés során előjön, hogy állj, meg kell tervezni ezt a facatot UML-ben, meg leprogramozom, basszus, ezt nem is lehet így, akkor vissza. Igen, így lehet megtanulni programozni. És máshogy nehéz. Tehát abban az esetben a kis projekteknek az a gondja, hogy igen, valóban hamar be lehet gépelni a kódot. Elkészül és lefut. Tehát a funkcióorientált igény teljesül. Ezért kényszerből kell létrehozni egy olyan helyzetet, hogy struktúrát is lássunk mögötte. És szegmentáljunk, és figyeljük az egymással való kapcsolatot. És tapasztaljuk meg azt, hogy elsőre mindig rosszul szegmentálunk. Igen. Ez bizony így. És megtanulunk refaktorolni. Tervet is, kódot is. Ez bizony így megy. Úgyhogy én alapvetően támogatom azt a megközelítést, hogy legyen benne. Egyszerűen azért, mert hozzá kell szokni. Most így hirtelen nem tudok elővarázsolni, múltkor is beszélgetés során kerestem, és azóta se találtam meg, hogy hova raktam a gépen. Amikor van egy komplex feladat, az már nem egy tervezés nélkül. Hát, bocsánat, tehát a kérdés nem azzal kapcsolatban volt, ez teljesen igaz, tehát minden egyes feladathoz, amit nem lehet 5 perc alatt megoldani, de lehet, hogy még ahhoz is, mindegyikhez kell tervet készíteni. Maga a leíró nyelv, tehát a maga konkrétan az UML ellen vagyok én. Nagyon-nagyon jó a kérdés. Nem biztos, sőt az én személyes tapasztalataim szerint meglehetősen nehéz. Én igazából nem futottam bele még olyan történetben, ahol kötelező lett volna az UML használat. Viszont számtalan. A legtöbb rendszerre lehet azt mondani, hogy oké, mindegy. Tehát az a vicc, hogy egy adott ponton nekem meg kell oldanom egy feladatot. Vannak bizonyos kötöttségek. Kérhetek még egy vizet? Igen. Akkor kérek szépen még egy vizet. Most kezd kicsit gázzá válni. Helyzet? Addig azért megpróbálok. Szóval nagyon sok kötöttség van. Szimpatikus egy rendszer. Tudom alkalmazkodni, csak a kérdés az ez lett volna, hogy már volt más előadó is, más tantár keretében, akit kérdeztem. Ő azt mondta, hogy egyáltalán nem híve az UML alapján történők, tehát ők másmilyen leíró rendszereket használnak, mindenhol használnak valamilyet, az egyértelmű, csak tényleg arra voltam kíváncsi, hogy ahol ön eddig dolgozott, hogy mennyire volt fontos. Jó, a teljesen személyes tapasztalat, tehát olyan helyzetben nem kerültem, ahol kötelező lett volna az UML-ben előállított terv. Ezért én magam is úgy voltam vele, hogy az UML maga egy nagyon szigorú leíró nyelv, tehát nehézkes használni. Ugye folyamatosan abban a problémában ütköztem, hogy most akkor milyen diagramot használjak, mit csináljak rá nehéz. Tehát, hogy igazából az overhead tényleg aránytalan volt, főleg ahhoz képest, hogy igazából konkrét igény nem volt fel. Viszont egy adott ponton, amikor az volt a helyzet, hogy demonstrálni kellett azt, hogy én meg tudom tervezni ezt a rendszert, és az, hogy eddig nem létezik ilyen terv, az nem azt jelenti, hogy nem lehet megcsinálni, ellenkezőleg muszáj megcsinálni arról, hogy egyáltalán lehessen miről beszélni. Akkor azt mondtam, hogy na most van az a pillanat, amikor nekiülök az UML-nek és csinálok egy konkrét, korrekt, működőképes, a kód és a terv elveit tükröző, alapvetően klassz diagram struktúrát. És megcsináltam UML-be, és úgy csináltam meg, hogy az abból generált kód kb. Emlékeztesen arra, amit én csinálok. Az a másik oldala, hogy nem generáltatok az UML kódot, hanem ezzel párhuzamosan
ment a prototyping. Tehát amikor kitaláltam egy szerkezetet itt, akkor Eclipse elő, Jávában szépen megépel, és megnéz, hogy az a struktúra valóban működőképes-e, össze tudom-e kalapálni. Ha nem, nyilván, ahogy megpróbálom megvalósítani, kiderül, hogy oké, vissza az UML-be. Szóval nekem ez az utolsó személyes tapasztalatom ezzel a környezettel, és én úgy éreztem, hogy ez így tulajdonképpen egy viszonylag jó üzlet volt. Nem tanultam meg az összes diagramot, tehát mondjuk use case diagramot nem készítettem, meg tudom, hogy mi, de konkrétan, ami az implementációs tervhez kellett a plusz diagram halmazt, azt viszont igyekeztem olyan szintén megcsinálni, hogyha bárki ránéz, azt mondja, hogy jó, valószínűleg van benne egy rakáshiba. Én nem tanultam soha az UML-t, de azért meg lehet érteni belőle. Ja, hát amivel szórakozom, az nyilván az, hogy ezt a metodikát nem tartom szerencsésnek. Tehát én most azzal játszom, hogy a saját konfigurálható objektumaimnak a típus leírását elkészítsem, akkor generáljam, nem tudom, hogy mit tudom. Mert tényleg csak annyit kell ilyen kódolni, amit valahol hozzájön. Majd egyszer lesz. Rendben van, így van? Igen. Kiderült, amire kíváncsi voltam. Ja. De egyébként ezt tényleg, tehát így ilyen fülhallások alapján is, tehát inkább tehernek tűnik, legalábbis amennyire én éreztem, ha tényleg nem vagy különös tervezés. És van egy, tehát ugye a jelenleg nagyon, tehát igazából aktív programozó generációnak azért nem készségszintű az UML, tehát van egy olyan szint, és mindig vannak olyan jéghegyek, azt mondja, hogy megépel. Hamarabb megépelem, mint te kitalál. És mivel van tapasztalatuk is, ezért tényleg hamarabb megépelik, és még jó is lesz. Az egy gond az, hogy ebből a közösségnek viszonylag kevesebb haszna számít. Tehát az UML viszont ezen az oldalon nagyon jó, hogy rá kényszeríti a szereplőket arra, hogy megfogalmazzák az igényeiket, felelősség teljesen alkossák meg azt a dolgot, és ilyen módon egyfajta programozási és szervezési kultúrát viszont képes kialakítani. Még ha technikailag meg is annyira szerencsés, még ha overhead, még ha szerencsétlenkedésnek is tűnik, még ha tényleg komoly erőfeszítés kell ahhoz, hogy egyébként egy normális diagramot elkészítsen, ugyanakkor az abban elkészített diagramról van megosztható, mások által értelmezhető, köztudottnak tekinthető az, hogy az a rendszer értelmezhető, és még a felelősséget kell vállalni azért, hogy a kapcsolódó forráskód valóban azért köszönő viszonyban van a tervvel. Ez nyilván azt jelenti, hogy tényleg tervezetben szüntjük. Tehát ilyen szempontból köztes eszközként nagyon jó. Azt a teljes lefedettséget, amit a marketingje leír, az általán azt. És nem tartom véletlenül. Úgyhogy ajánlom. Ezt a fajta jelenséget, amit itt elmondott, hogy ez egy iteratív történet, soha nem lesz másképp. Az egyetlen eltérés az, hogy hamarabb villannak be azok a minták, amik már korábban megvoltak. Tehát azt, amit, mit tudom én, 8 évvel ezelőtt szerencsétlenkedtem vele 3 hónapot, azt a 3 hónapot el kellett tölteni vele, most egy hét alatt megcsinálom, meg most egy hét alatt csinálom. És ha igazán jó vagyok, akkor többször az életben nem kell megcsinálnom, és akkor legyen. Köszönöm, hogyha ez így. Igen. Akkor, hogy nincsen másik kérdés, akkor még egyszer köszönöm szépen a Dórának az előadását. Köszönöm szépen a figyelmet. És akkor mindenkinek további szép event kívánok, és majd a következő előadásról majd kapnak majd e-mailt, hogy mikor lesz és hol.